Itt van velem Gunis Zsófi, szevasz! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na, Zsófi fönn van a TikTokon már 1000 éve, nekem Zsófi mutatta meg a TikTokot legelőször, te most már több 10 000 követővel rendelkezel, és az az érdekes, hogy amikor legelőször, ugye, én amikor legelőször megismertek téged, akkor szerintem olyan 16 lehettél, igen, 15-6. Valahogy úgy. És akkor én pont barátkoztam, nem értettem, mi az a Snapchat. Nem tudom, erre a beszélgetésünkre emlékszel-e. És hát, hogy Zsófi, mi az a Snapchat? Azt mondta, hogy elmagyaráztam neked, Zeci, de te ehhez már túl öreg vagy. Ja, meg a filterek. Igen. Na most szerencsére a TikTok az már egy más dolog, azt használják a fiatalok és a középkorúak is, sőt, azt használja mindenki, most már tényleg mindenki. Na, kezdjük azzal, hogy te erre egyetlen hogy találtál rá? Ismerősök, haverok, stb. Hát eredetileg ugye a Musical.ly-n indult ez az egész, és akkor utána meglepő. A micsodán? Musical.ly. Ez volt a TikTok előtt. Ugyanaz, mint a TikTok, aha, csak ez volt a neve. És mivel megvette a TikTok kezét, ez lett a neve. Ja, és te már azt is ismerted? Nem, én azt nem használtam, mert így forgatni kellett a kamerát, meg így pózolgatni, ugye nekem azok nem tetszettek. Miért ne? Hát nem tudom. És akkor utána, amikor bejött ez a TikTok, meg ugye bejött a karantén, és akkor így hát unatkoztam egész napokat, és nem tudtam magammal mit csinálni, akkor hát mondom, kipróbálom ezt a TikTokot, vajon milyen. Uh-huh. És akkor eleinte ugye tátogtam csak ilyen hangokra, aztán jöttek fel az éneklősek, meg a hangokra ráénekelni. Igen, de ez érdekes azért, mert annyira sokféle út van, amit lehet csinálni, ugye? És ez az egész, amikor úgy nyitottak, ugye, mert vagy tátogtál dalokra, ezért felfogadatlan, hogy ilyen van, és nézik, én is néztem egy csomó ilyet, akkor utána vagy ugye táncolgatnak ezzel az emberek, hát igen, talán így indult, és aztán jöttek a különböző trendek. Mindenféle. Pontosan mindenféle. Táncolós, tényleg tátogós, bármit igazából, ami fölkapott lett, ugye hírességek megcsinálták, az emberek utánozták. Ment. Abszolút. Most meg igazából, hát én úgy látom, hogy vannak karakterek, és a karakterek csinálnak egy trendet, és akkor azok lesznek fölkapottak. Meg én olyat is látom, hogy egy csomó mindenki már nem is konkrétan TikTok dolgokat tesz fel, hanem anyagokat raknak fel. Pontosan, igen. Például a Joe Rogan, jó mondom? Talán jól mondom. Ugye akinek a podcastje van, én látom, hogy ő a podcast darabjait rakja fel, de semmi köze igazából a TikTok trendekhez, ő az anyagait rakja fel. De pontosan, ennyi. Hát bármit tényleg, reklámozni nagyon jó ott, különféle tartalmakat kitenni, tényleg a YouTube-ról videókat szoktak bevágni, akkor a régi tévébe szereplő műsorokból részleteket szoktak betenni, és azok is nagyon jó mennek, meg tényleg jó visszanézni, ami nem is tudom, már több 10 éve történt, és oda is azokat is fölteszik. És tök érdekes, hogy indult az egész, úgyhogy talán régebben csak limitálva volt 1 percre a videó, ugye most már 3. Hát ő régebben csak ilyen 15 másodperc volt. Ja, annyira? Uh-huh, igen. Utána 30. Ja, így ben szépen lassan? 3, és mostán vannak már 5, meg szerintem most már lesz 10 perces. És ma kaptam az értesítést, mert ma regisztráltam, újak vagyunk, még videó nincs fönt, hogy most engedik állítólag a 10-et. Igen. Ez most a legújabb. Hát most már szerintem egyre több lesz. Na, bár hát, mondjuk szerintem így elveszíti az értelmét, de jól van. Hát lehet, hogy igen, de franc tudja, majd meglátjuk. Meg különben a másik meg az, hogy vald be őszinte is, amikor valami 4-5 részben van, mert 3 perc egy rész, és mondjuk 3, vagy nem tudom, 5x3 perc, és végignézed mindegyiket. Persze, rákeresik. Meg most már láttam is, hogy ha rámész az oldalra, akkor kijön az, hogy megbírt keresni a folytatását a videónak. Na, ezt én meg mondjuk nem is tudom, szóval viszont már ilyet is lehet. Igen. Ami még ettől sokkal érdekesebb, van itt egy érdekes dolog, egy izgalmas dolog igazából, hogy hát igen, de meg kell találnod önmagad. Mert oké, Zsófi felmegy a TikTokra, de és akkor oké, hogy az első 5-10 videó meg lesz. Na, de akkor most mi legyen? Tátogjak még 100 videóba? Vagy akkor hát most te kipróbáltál egy csomó mindent, ezt láttam. Rengeteg. Én amit láttam, hogy bontasz ki dolgokat. Bizony, hát kaptam már csomagokat is, mondjuk külföldről is volt már, azok kozmetikumok voltak, de itthoni cég is már keresett meg, hogy bemutassak. Mondjuk éppen tegnap volt egy csajszi, akiktől kaptam ajándékot, akkor... De ez hogy indul? Hát rám írnak. Inboxba? Hát múltkor pedig az egy légfesztes videóm alá kommentelt egy fiú, és akkor mondta, hogy mivel kaptam ezt a, vagy kitettem ezt a videót, kapok érte cserébe egy bérletet. Uh-huh. Ja, ezt magadtól? Igen, ezt így magamtól tettem ki. Meséljük elejtőbb végig egy-két sztorit. Tehát akkor kezdjük ezt a Lakefest sztorit. Ugye a Lakefest az nem sokára lesz, ugye nálunk is megy a reklám, minden, de hogy akkor te magadtól kiraktál egy Lakefestes valami promót, vagy mit csináltál? Kirettem egy videót, hogy énekelik zenére, és hogy kivárja ezt a fesztivált. Aha, ezt én is láttam. Igen. És ez után kaptál egy megkeresést? Igen, pontosan. Szóval olyan megkeresések jönnek,
ami milyen videókat csinál, szóval például volt egyszer a turkálós videóimra kaptam felkérést, hogy kapok utalványokat, csak az végül nem jött össze. Úgyhogy attól függ, hogy milyen videókat csinálsz. De most a Zsófi, ne szórakozzál, azt akarod mondani, nem tudom én, hogy én minden nap csinálnék egy videót a pénzzel, akkor írtál, hogy küldjék nekem a pénzt. Ne! Azért csak nyilván, nem. Azért így nem működik, nem? Nyilván. Vagy hogyha nem tudom, hogy sportkocsikkal videózgatnék mondjuk. Hát az lehetséges amúgy, mert ő van egy csajszi, aki már a Volkswagen van ő partner együttműködésben magyaroknál, igen. Magyarországon is csak ilyen autós dolgokat csinált? Hát nem, hanem reklámozta a saját autóját, és akkor és hát bemutogatta, igen. És akkor végül megkereste, hogy ez a cég, és akkor... Érdekes bizony. Dolgok ezek. Na most akkor például konkrét téma, mert hogy tegnap például makaronokat kaptál. Igen. Nagyon drága volt, hogy engem is megkínáltam, nagyon fincsi volt. De csak ezért mivel azt mondják, hogy nem tudom, találkozzunk a... Itt tudom én a buszállomáson 4-kor, és átadok neked egy doboz makaron, mutasd már be, vagy ez hogy néz ki? Hát ez nagyon gyorsan lezajlott tegnap, munka után jött a csajszi a szalonomba. Ja, elment hozzá. Aha, átadta, és megmondta, én kérdeztem tőle, hogy milyen videót szeretném, ő minden azt mondta, hogy bármilyet, és megcsináltam, és körülbelül ennyi volt. Wow, szóval ez így működik? Bár hogy... mondjuk a Magyarországon a cég, ami megkeresett, ott kicsit azért... komplexebb volt, mert ott kértek mindenféle adatot, na, és azért nem adatot? Jött össze. Például az adószámom nem nincs magyaroknál, jó. És akkor nem bírtam. Tehát ennyire komoly? Uh-huh, a Magyarországon ez, de mondjuk a másik cég meg nem kért semmit. Az is csak az adataimat, és hát igazából csak a címemet, meg a nevemet, meg ilyesmiket. Na most jó, a picit, hogy valaki zavarban van, de hát, mert ezt az elején őszintén én sem értettem. Tehát ez, amikor téged megkeres valaki, bár te ezt biztos jobban tudod, ugye itt alapvetően az a lényeg, hogy te kapsz egy terméket, vagy kapsz egy termékcsomagot, ezt mondjuk mutasd be, te erről csinálsz egy videót, és akkor ezzel igazolod nyilván, hogy oké, ez megtörtént, és rendben, és ugye mivel a te oldalon egy csomó mindenki látja, azt akkor ő neki megérte a marketing. Igen. Na most a következő dolog van, de van olyan is, amikor már kapod a csomagot, meg mondjuk fizetnek is? Hát a turkálós az olyan lett volna, hogy készpénzt kaptam volna, és akkor azt kellett volna levásárolni, meg az volt a feltétel, hogy 3 hónapon keresztül minden hónapban 3 videót kitenni. Uh-huh. De szóval vannak ilyen megkötése. Hát igen. Jó, de ez csak a biznisz része, mert mindenközben te még a saját magadtól is kell, hogy csinálj valamiket. Hát igen, most nagyon rá vagyok kattama ezekre az éneklős videókra. De az mi, hogy éneklős videó? Hát kocsikázok, és akkor bekapcsolom a Bluetooth-on a zenét a telefonomra, és ráéneklek, de ez most nagyon ment. Viszont ha azt gondolná valaki, hogy ez ilyen egyszerű dolog, hogy dehogy nem egyszerű dolog, ugyanis ugye azon kívül, hogy beszéltünk arról, hogy először is kell érdekes videókat csinálni, stb. Most jön a másik, a technika. Hát csak amit én láttam nálad. Van először is az a kör megvilágít. Igen. Mi az? Az most az mire jó? Hogy hát a jó fény legyen. Igazából nagyon fontosak ezek a szempontok, hogy ne legyen homályos a kamerát, hogy tisztítsd meg. Minél jobb legyen a képminőség, ugye a fények, azok is nagyon fontosak, ez a körlámpa, éppen tegnap ragasztottam össze az egyémet, mert eldőlt, igen. Hogy tört el? A lába így kicsusszant, és akkor eldögtem. Na szóval, és akkor az van, hogy az pedig egy kör, ami világít, és a kör közepén van a kamera. Igen, van olyan is, van, amelyikben 3-at is bele lehet tenni. 3 kamerát? Hát 3 telefonnak de tartunk. De minek? Azt nem tudom. Ja, de van. Van. Oké, szóval van ez. A másik ugye a telefon tartók, mert láttam például, arra is volt egy videó, hogy de jó, végre vettel az autódba egy telefontartó. Ja, hát igen, azért, hogy ugye biztonságosabb legyen ez az egész. Mert a TikTok azt is kírja, hogy mert rád szólt a TikTok. Igen. Na, hogy meséld el ezt. Hát, hogy nem biztonságos, amit csinálok. Na majd én elmondom, mit csinálta Zsófi, látom, Zsófi ma szűk szavú. Zsófi következőt csinálta. Zsófi hajtotta az autót az egyik kezével, másik kezével fogta a telefont, és énekelgetett. Bám, bám, zsubidub. Na jó, mondjuk nem ez, nem így. Ment, és a TikTok, már nem emlékszem, hogy pontosan, hogy nem az volt, hogy betiltott azt a videót, hanem felhívta, hogy a figyelmet, hogy nem tudom, ebben a videóban valami veszélyes művelet, vagy nem tudom, mi van, igen, és hogy ne csinálják utána valamilyen hülyeséget, ugye ír? De ez valahogy az algoritmus már tudja. Sérüléséhez vezethet, másoknak a sérüléséhez vezethet. Igen. Szóval nem is a sajátom, hanem a mások. De hogyha meg fel van szerelve egy ilyen telefontartó, és két kezel hát a kormány egyébként arra is kiírta. Kiírta arra igen, is? Mert ha már belenézel a kamerába, már akkor Jézus Mária. Ránézel a telefonra, csak így kipillant, azt honnan már tudja akkor... ezeket? Honnan tudja nem ezeket? Tudom. A másik viszont az, hogy általában mindig azzal jövünk, hogy magyarországi példa így, úgy, amúgy, de a YouTube-ról, meg az Instagram-ról már hallottunk egy csomó mindent, de én nem nagyon tudom, mert ezt vagy nem látom, vagy az algoritmus nekem nem dobja ki. Szabadkán vagy Szerbiába vannak már komoly TikTokerek? Őszintén én nagyon nem tudom, de talán egy-két csajszit szoktam így sűrűbben látni, aki szabadkai,
de annyira konkrétan nagyon... Konkrétan szabadkai? Igen, van egy csajszí, fodrász csajszí. De egyébként nagyon nem. Meg a szerbeket szokott bedobálni, de szerintem azok is... Meg ketten vannak, akik elszálltak a francba, a Szánya és az Ánya, remélem jól mondom, testvérpár. Nem tudom, mert nekem nem dobálja ki csak a magyar videókat. Meg van egy szerb fiú, akit nagyon szeretek. Na ki ő? Nem tudom a nevét, de nagyon kis vicces. Hát nagyon vicces videókat csinál, hogy például a petrezselyemet, ugye szerbből szoktam mindig kicikizni. Hogy ez a Balkán Dead. Igen, a Balkán Dead. Igen. Nagyon szeretem, olyan bolond. A Balkán Dead, hogy föl van öltözve úgy, ami az a tipikus, az ahogy elképzeljük mi a szerbeket, tehát ugye a sport, kimondom, trénerkát, ugye felhúz egész, nem tudom, a hasa fölé, be van tűnve a fő. Az alsó póló, alsó majica, kis pántos, atléta. Abba van, és akkor csinálja a burekot, meg a különböző dolgok, a paprikást, minden. És mindig lecseszi azokat az embereket, akik ezt a parszlit, az petrezselyem, ugye? Petrezselyemet akar belerakni a kajába. Ez már elég, látjátok? És folyamatosan nyomja, ő megtalálta saját magát. És mindig ugyanazt csinálja, és mindig szeretik, szóval. És mégis jó. Mm-hmm. Na most, tanácsra van szükségünk, Zsófi, el kell, hogy induljon a Pannorádió TikTok oldalra. Ha te csinálnád, hogy csinálnád? Hát én először is úgy csinálnám, hogy bemutatnám itt a stúdiót, meg hogy mi zajlik ott bent a mixpultnál, és tudom, hogy hívják. Ahol a Dávid ül. Pontosan. Igen. Hogy még zajlanak, meg hogy ez az egész forgatás így hogy történik, hogy el lehessen képzelni, mert aki még nem járt itt, az nem tudja elképzelni, hogy itt mondjuk egy körasztal van, egy tök sok mikrofon, hogy ezeket így, meg téged be lehetne mutatni, hát az emberek nem is tudják néha, hogy nézel ki. Ugye, látod? Pedig ez volt régebben, tudod, volt egy olyan momentum, amikor még abszolút nem volt semmi, tehát nem foglalkoztunk a Facebookon, az Instagramon, nem voltak billboardok, meg semmi. Akkor voltak a nagy felismerések, amikor tényleg az égvágon senki nem tudta, hogy hogy nézünk ki. Mindenkinek azt kellett belülni, hogy a hang alapján tudod valahogy. És egy néni kiszúrt a hangomat, és mondta, hogy júj, magad ezt az Vekán a rádióban? Mondom, igen. Mondhatok valamit? Mondom, mondjon. Én magát az alacsony kis köpcsös embernek képzeltem el, hát mondom, de tadám, nem sikerült. Na hát tegnap nekem is volt egy ilyen élményem. Na mi történt? Tegnap ugye találkoztunk, és utána elmentem venni ezt-azt, és kint várt a bolt előtt két lány, és így odajöttek hozzám, hogy te vagy az a TikTokos lány. Aha. Én meg így úristen mondom, na, hogy igen én. Jó, mosolyogtam, kérdezték, hogy csinálhatunk egy képet, mondom, csináljunk. Jaj, de mondom, ne így, hanem fordítsuk meg, hogy jó felül jöjjön a fény. Ez a szakma jártalom. Igen, aztán meg csináltuk a képet, és utána megcsináltuk, és utána ruhan a lány, hogy jaj, bocsi, de nem sikerült, jó a kép, csinálhatunk még egyet. Aha. Jó van, mondom, csináljunk. Meg voltak még ilyen események, hogy... És te ezt jó kezeled? Nem érzed magad olyan hülyén, mikor így... Én nagyon imádom, amikor már így látom, hogy kiszúrnak, hogy én vagyok, és akkor így úristen mondom, ez most ide jön, vagy nem jön, de általában nem szoktak. Jó, de szóval akkor neked ez oké. Okay. Én imádom. Csak azért, mert én mondjuk őszintén a legelső, én nem is tudtam, mit kezdeni. És akkor mit beszéljek velük? Hogy jó, hát volt tudod, olyan... Hát jó, nem szoktunk beszélgetni. Ja nem, fotó is kész. Igen. Jó, van, akkor neked szerencsé van, azért meg lehet oldani. Mindig azt mondják, te vagy a TikTokos. A TikTokos. TikTokos. Jó van, na szóval a lényeg az, hogy őrület, én nem is tudom, hogy reális, én úgy érzem, én nem tudom, neked mi a véleményed, hogy a TikTok az egy pillanat alatt abszolút letarolta az Instagramot meg a Facebookot. Tehát még nálunk is, hát, vagy nem? Talán az Instagram az még... Ő még annyira még, megy? Még jobb, igen. Uh-huh. Nem tudom, ott a képek ugye ott központban vannak, mint a TikTokon, ugye, mert csak a videók vannak, de hát már az Instagram is, ahogy láttam, kezdte átvenni ezt a abszolút. TikTokot, hogy haladjon a korral. Hát igen, azért, mert ugye a Facebook nálunk még mindig olyan, mert mi azért picit le vagyunk maradva, hogy valahogy nem is tudom, hogy az egész világhoz képest, ezért szerintem egy ezzel vele, és valahogy nem tudnám, amikor a Facebookot még mindig egy csomóan használják, jó, most már korosztály függő eléggé. Az Instagram az tényleg egy nagyon komoly dolog, és de az Instagram az annyira nehezen indult be, az ami egészen elképesztő. Tehát most figyelj, nézd, most nem az, hogy én mérvadó vagyok, mert nem is rakok egy csomó mindent. Én nem tudom, 650 követőn vagyok két éve szerintem. Hát tudod, igen, nekem is, amióta most elkezdtem TikTokozni, azóta mentek föl az Instagramon a követők. Szóval de... hajlandó kicsit bedögleni ez az Instagram. Igen, meg ott jönnek már az ilyen nagyobb felkeresések, hogyha már az Instagramon van több ezer követőd, ott mondanám, hogy indul be, meg 10 000 követőtől számítasz valakinek. Igen. Tényleg érdekességként, hogy szóval csak azt akartam mondani, hogy a TikTok az ugye nagyon-nagyon-nagyon bedurrant, nagyon rövid idő alatt. Neked mennyi követőnél volt az első felkérés? Emlékszel erre? Uha. Hát talán ilyen TikTokon 25 ezer körül, most meg olyan 43 ezer van.
úgyhogy alakulunk. Na, alakul a molekula. Jó, Zsófi, köszi szépen az ötleteket, ez már azért is, mert különben mi beszéltünk arra, hogy de mi a francot tegyünk fel első videónak. Nekem volt egy ilyen őrült ötletem, aztán Zsófi mondta, hogy ne a rossz irányba gondolkozol. Jó, de lehet egy éneklős. Lehet egy éneklős. Na, majd meglátjuk végül, mi lesz. Lehet, hogy maradunk a tanácsaidnál. Lehet, hogy majd a jövőben is lehet, hogy itt te leszel a mi hivatalos tanácsadunk egy időként. Képzeld el. Guri Zsófi volt itt velünk, aki TikTokerkedik, meg természetesen az mellett még egy csomó minden más is csinál. Úgyhogy köszi szépen, hogy voltál. Én köszönöm szépen a meghívást. Ciao. Szia!